Töredelmesen be kell vallanom nektek, hogy Mondokonon voltam. Elsősorban a ti élmény beszámolóitokról lesz szó. Hogy érzem magam akkor? Nagyon jól érzem magamat. Egy tök jó közösségben, akárkivel beszélsz, akárki ott a mehetsz. Örülök, hogy találkozhattam kedvettel. Nagyon jó volt ez a két nap. Fantasztikus élmény. Egész jól érzem magamat. Voltak érdekes emberek. Rá is térnék a videó utolsó részére, az unboxingra, illetve szeretném nektek megmutatni, hogy miket vásároltam a konon. És rögtön egy olyan dolgot szeretnék megmutatni, amit én magam is kaptam Darky barátomtól. A hatalom kártyái junior változat. Szerintem azért is ezt a fajtát adta nekem, mert előre kérdezte, hogy én ismerem ezt a játékot, és mondtam, hogy én annyira nem vagyok otthon őszintén szólva a kártyajátékokban, de azért jó eset, hogy ezt kaptam tőle, és ezt mindenféleképpen szeretném elsajátítani, megtanulni, és tényleg majd egy jót játszani vele valakivel. De ha már társas játék, akkor azért vettem magamnak is, ezt már nagyon régen szeretném megvenni, ez a doble. Ezt alapvetően akkor ismertem meg, amikor még anime klubba jártam, és azon a helyen, ahol voltunk, ott mindig játszottunk vele, amikor csak tudtunk, és tökre örülök, hogy most már, miután már bemutattam nektek a videóba, én magam is kibonthatom, és egy családdal, barátokkal, barátnővel ki lehet majd próbálni, úgyhogy nagyszerű. Aztán külön öröm volt számomra, hogy találkozhattam végre személyesen is Martin Kay-jel, tudjátok, akitől az Eastern kaptam, és egyébként csináltam is róla egy videót. Ha még nem láttátok azt a videót, de érdekelt titeket, akkor nézzétek meg. És most, hogy megjelent a második rész, a titkok útvesztője az Easternből, újra kaptam egy példányt, most már nem postai úton, hanem élőben személyesen, és ebből fakadóan tudtam dedikáltatni is. Na, és írta, hogy kedvet Sunshine-nek, szeretettel Martin Kay. Ennek is nagyon örülök, el fogom olvasni, és valószínűleg az ősszel valamikor majd lesz belőle egy értékelő kritika videó valamilyen formában, majd ezt meg fogom valósítani. Aztán sosem csináltam még ilyet, de most nagyon megtetszett néhány poszter, ilyen kisebbek közül. Vettem párat belőle. Az egyik a Rangers of Deathből. Rachel ugye. Majd felkerül oda a videózós palamra. Valamelyik szerintem le fogom ott venni azt a szaós, és ott meg a Attack on Titan-öset. Úgyhogy ez. Vettem még egy ilyet is. Mahotkai no Yome. Majd ezt is valahol elhelyezem a szobában. Hát lehet, hogy nem pont oda, de majd még meglátom, hogy hogyan rendezem el. Ez is nekem annyira megtetszett ennek a képnek a dizájnja, az elrendezési mindent, tehát annyira hangulatos, majd valahogy felrakom ide szépen. Illetve vettem még egy harmadikat, de ez már nem nekem lesz, ez Kurumi a Date Alive-ból. Ha valaki esetleg nem tudná, de szerintem akik ezt a videót nézik, azért sokan ismeritek ezt az animét. Ezt viszont haveromnak vettem, aki sajnos nem tudott eljönni konra. Egyébként ez lesz neki a meglepetésem. Majd pár óra múlva el is fog érte jönni, még nem tudja mit kap, de remélem, hogy nagyon fog neki örülni. Úgyhogy ja, meg hát én is kaptam tőle valamit, amit majd a videó végén fogok megmutatni. Szintén a videó végén kerül sor, ha már említettem, hogy lesz unboxing, akkor ennek az animés csomagnak a kicsomagolására. Ez egy vicces sztori fűződik, oda mentem az árushoz, próbáltam magyarul kontaktolni, és valahogy nem jött össze, mivel nem tudott magyarul az illető, úgyhogy gyorsban át kellett kapcsolni arra a béna gyenge angolra, ami nekem van, de nem baj, meg lett, úgyhogy ezt hamarosan kibontjuk, de mintha valami pihi-puhi dolog lenne benne, kíváncsi vagyok, úgyhogy ezt még ide teszem, hogy ez majd kell. Hát aztán vannak itt még kitűzők, ezeket is haveromnak vettem megbízásból, például egy asztunás kitűző, nem tudom így mennyire látszik, talán négy valamennyire. És még kettő karakter, akit én igazából nem ismerek, de ti lehet, hogy igen. Nem tudom, hogy mennyire oké, valamennyire látszódik. Illetve egy Kyo, hát ugye neki rá van írva a neve. Mi lehet ez? Úgyhogy valamennyire a lámpa átvilágítja, mintha valami toltartó lenne. Meglátjuk hamarosan. Vannak még, de mit nem mutattam még. Ezt a Naruto Shop-t Darkytól kaptam.
hát igazából ez a levásárlós pultnál volt, szóval vett egyet magának is, úgyhogy ami után megvolt, ebben flangáltunk a konon. Egy tök jó kis sapka is, véd a nap ellen, ennek is nagyon örülök. És hát már nagyon régen szerettem volna egy dakimakurát, és végre kaptam egyet, úgyhogy ezt haveromnak köszönöm szépen, hogy kaphattam egyet egyébként a diplomaosztómra. Mindjárt meg is mutatom nektek, csak ahogy oda kell mennem az ágyhoz, egy picit messze van. Különösen tetszett amúgy, hogy nagy választék volt dakimakura téren, nem tudom, hogy lehet, hogy csak azért láttam meg ennyi darabot, mert most már tényleg célirányosan akartam én is egyet. De jó volt közöttük keresgélni, hát meglehetősen szaftos dakimakura húzatok voltak, sajnos bélés már nem volt, azt megoldjuk valahogy másképpen, sőt én már meg is oldottam. Fiúknak, lányoknak, főleg fiúknak volt jó kis választék dakimakurában, úgyhogy én választottam, illetve kaptam haveromtól egy ilyen sírót, amiben amúgy belegöngyöltünk egy plédet, és így már nagyon jó, nézzétek meg alaposan, hogy megmutatom messzebbről. Igen, tehát ez még úgy elmegy, de hogyha megfordítjuk... Egyébként nagyon jó kis cucc ez, tegnap éjszaka már fel is lett avatva, úgyhogy tök király! Azért megmutatom a másikat is, amit nem én kapok, hanem haverom, tehát hogy nekem ilyen nincsen. Hát majd valahogy kicenzúrázom, vagy ráteszem a 18-as korhatárat a videóra, nem tudom. Szóval igen, tehát eddig még ilyen aranyos. Aztán hopp. Nem úgy jó ez, figyeljetek. Tehát ennél merészebbek is voltak ott, szóval nincs ezzel semmi probléma. Égni, úgyhogy ezt is meg fogja délután kapni, erről viszont tud. Sajnos ez nem lesz meglepetés, ezt ő maga is kiválasztotta. A sírót is amúgy nekem választottak, úgyhogy most már, hogyha esetleg Lovely Planet ezekért szorának öltözök és Sirocsán segítségét hívom a játék végigjátszásához, akkor végre van egy Sirocsánom is. És már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van abban a zsákban, macskában tényleg, de még előtte szeretném megmutatni a pólót is, amit a Tamaisi Designtól vettem. Ja, van egy ilyen cicás pólóm, de most megint lett egy ilyen nagyon-nagyon szuper bubble tea-s pólóm, úgyhogy ezeket fogom majd forgatásod is felhasználni, meg úgy alapvetően is. Úgyhogy rövid vágás után most ezt én fel is veszem, és ebben a szent pólóban fogom kinyitni a zsákba macskát. Na, szerintem ott jó lett, tök jól néz ki, megmutatom így is. Nagyon jó kis póló, nagyon jó. Így a koni egyen meg így eszméletlen jó hangulata van neki, szóval most már kész vagyok arra, hogy kinyissam ezt a jó kis zsákba macskát, úgyhogy nem is tettem nagyon messzire. Fogom magam, és game kapcsolatban van, de nem akarom nagyon tönkretenni ezt a tasakot, mondjuk lehet, hogy így is tönkre fogom. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy próbálom kisedegetni szépen a game kapcsokat belőle. Oké, az egyik mindjárt kim van. Hát jó lesz még ez az ajándéktasak valahova valakinek, nem? Tehát teljes mértékben. Amúgy addig, ameddig bontogatom, addig így elmondanék pár hát, technikai infót, vagy nem tudom, hogyha ti is ott voltatok a konon, és ezt a videót nézitek, vagy eljutottatok a videónak erre a pontjára, akkor írjátok meg, hogy éreztétek magatokat. Tényleg, amit azok is mondtak, akiket felvettem, tökre örültem, hogy beszélhettem veletek, meg elmondtátok a véleményeteket. Tehát ti is mondjátok el azt, hogy nektek mi tetszett leginkább a konon, és mi volt a legjobb, illetve ha volt olyan, de remélem nem, akkor nehezebb vagy rosszabb élményetek. Most jelenleg nekem az a legrosszabb itt, hogy ezt a vackot kell nyitogatnom. Úgyhogy szerintem nem is foglak nagyon sokáig untatni titeket vele, kicsit béna vagyok hozzá. Tudom, lehet, hogy van nektek jobb ötletetek lenne, de én nekem sajnos ez az ész jutott ennek a bontásához. Na mindegy, addig vágok. Ahogy lehet, hogy ezt nem kézzel kellene. Hova lett? Tűnt. Lehet, hogy leesett. Basszus, ha belelépek itt, akkor az borzasztó lesz. Már most már valamit mindjárt látok benne. Amúgy ez a gyakorlatiasság magas iskolája, amit én most csinálok. Remélem, hogy... De amúgy ez nem esett bele a szatyolba, mert itt van a széle. Aztán ott tényleg hova lett. Ez vagány lesz. Na jó van. Inkább jó. Jó, ennyi. Csak szét kell tépni egy kicsit. Jó van. Ez tényleg nagyon cringe volt, oké. Szegény szatyor, mindegy. Jó, azt már nem tépem inkább. Már valamit látok benne. Mindjárt belenézek, csak basszus.
a francba lett az a vacak. Na mindegy, majd utána megkeresem, vagy felsikítom, hogyha megvan, megtaláltam a talpammal. Nézzük, mi van itt. Mi az összegyűrt papír? Összegyűrt papír. Egy összegyűrt papír. Jó van, egy összegyűrt papír. Amúgy 1500 forint volt a zsákomacska, szóval lehet, hogy nem kéne sok mindenre számolnom. De mi van benne összegyűrt papír? Mindig. Aztán... Ó, egy Dragon Ball-os kitűző. Nézzétek csak. Hú, de király. Amúgy bármennyire gondolom királynek, ezt nem fogom megtartani, nem vagyok nagy Dragon Ball fan, úgyhogy ezt is haverom meg fogom adni. Úgyhogy ez már elrendeltetett, illetve... Júj! De tök jó! Azt a állati, ugye? Ez egy Kimino Navás egéralátét. Nem már! És így volt bennem, hogy azt hittem, hogy egy toltartó, és nézzétek meg, de király! Ezt berakom az egér alá. Azt a... Hát ez nagyon tetszik. Ez különösen azért is jó, mert akkor néztem, nem sokkal előtte néztem a buszon újra, amikor utaztam Fregerbe a Kimino Navát magyar szinkronnal, amit Insta színeik készítettek, és annyira tetszett, tehát ez a 6-szor elkezdesz rajta sírni kategória az az anime, úgyhogy ha nem láttátok, de szeretitek az jellegű shoujo movie-kat, akkor azokat feltétlenül nézzétek meg. Mondjuk nem is kifejezetten shoujo, mert azért itt a fiú szemszöge érvényesül inkább, tehát most már megtanultam a Horimiya óta, amikor elkövettem azt a hibát utoljára, hogy a shonen is lehet romantikus, és a shoujo is, tehát ezt egy senseinek már igazán tudni kellett volna, hát akkor ez nem jött össze. Úgyhogy ezek voltak az élmények, és szerintem most tök jó új élményt szereztem. Ezt az összegyűrt papír, ezt nem tudom még mire vélni, de nem tudom, hogy ti, akik esetleg vásároltatok ilyet, találkoztatok-e hasonlóval, hogy többnek tűnjön a zsák, biztos azért volt. De minden esetre szerintem így is olcsóban jutottam hozzá ehhez az egérpadhoz, meg ehhez a kitűzőhöz, mint hogyha csak úgy simán megvettem volna, úgyhogy... Úgyhogy nagyon-nagyon zsír az egész. Hú, köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót, köszönöm szépen tehát, hogy hozzájárultatok ahhoz, hogy videót készíthessek rólatok, és ti is szerepeljetek a csatornámon. Köszönöm, hogyha feliratkoztok, és ajánlotok ötleteket, hogy milyen jellegű tartalmakat szeretnétek még látni. Én Kedvet Sensei voltam, és ne felejtjétek, továbbra is szemmel tartom az animéket. Hiruskonegai shimasu! Sziasztok, és még mindig nagyon jó további nyári szünetet kívánok nektek!